Sur Colloque. Nem fekszerzések eléggé boldogak, ugye nekik már semmi veszíteni valójuk nincs, harmadik helyük már fixen megvan, szerapina folyamán is kiemeltem, úgyhogy nem játszanak stresszesen, ők teljesen nyugodtak, nem véletlenül buknak, nem történik semmi, már az is bőven elég volt, hogy megvertek jó pár csapatot, VP-t, Gambit-et is kiejtettek, és ott tartanak, hogy a Nolcot is kiejthetik. És vezetésre is állnak egyébként most még. Jó, oké, 2-0, még csak az állás, de ettől függetlenül eléggé veszélyes lesz az, amit itt le tudnak művelni. Ugye a HR küldte őket alsóágra, ahol kapásból kiejtették a Gambitet, illetve a VP-t. Illetve hát előtte még a VP-t alsóágra is küldték, tehát már a tornament során kétszer verték meg a VP-t 2-1-re VO3-as szériában, miközben érkezik a kinti támadás már a terroroktól. Négyen is itt vannak. Egyikük Silon, mert most fog itt találkozni, illetve Farkas szemet nézi Bubskival. A Kierbi már itt van kiáratnál. Kérdés, hogy mire lesz itt képes a Nord. Egyetlen egy P250-re ruháztak be. Hát azért az USP-kkel nem a legegyszerűbb ölni, tehát ha már P250-eket, CZ-ket veszünk, már is azért drasztikusan megnövelted a győzelmi esélyeidet. Jó, hát nem azt mondom, hogy akkor most így hirtelen 50-50 lesz, de valamivel megnövelték. Akkor már az esélyeket, kicsit torzít a mikrofonom, jó, akkor ezért ezzel próbálom kezdeni valamit, miközben egyébként Dragonfly kiszedi Mercet. Ennyi robot hang? Jó. Akkor egy pillanat is ezt orvosoljuk. Dragonfly megöli Kierbit, és hát itt lényegében bedarálják már ezt a védelmet. Még Ezi él és sebez. Ő az első és egyben utolsó CT, aki sebzést tud kiosztani ebben a körben. Bár lehet, hogy még olyan is fog. Nem, azt azért nem. Jó, és hogyha minden igaz, akkor most már nem kellene torzítania. Majd erről szeretnék akkor visszajelzést kérni. Ugye félperces, illetve hát inkább 35 másodperces késletet is van a streamen, tehát egyből nem tudok reagálni a chatre, de amit lehet, reagálok rá, közben pedig itt a replay. Hogy igazából szerzett magának jó sok pénz, 16 éves dán játékos. És már is érkezik fel a támadás gyorsan, és hát fegyverek ellen is olyan gyorsan mennek be, mintha csak visszajött lennének, úgy tűnik. 5v3 már, mind a három CT ki van szorítva, nyugatin kívülre, és menteniük kell. Három v 5 best, nem olyan egyszerű visszafoglalni, mert akkor diffuse kit sincsen, illetve van egy AWP is, az alapvetően nincs baj, csak valamilyen szinten ez is nehezíti visszafoglalást. Volde. A sebzéseket, illetve azt is ki, mert elveszek Hegel Refresh-től, de szerintem bőven megéri nekik körgyőzelemért. Azt újra tudják vásárolni, esetleg még az a galét is le tudják cserélni, bár Echo következhet ismét a Nortnál. Két fegyvert, illetve hármat kimentettek, úgyhogy azért pisztolyokat mindenféleképpen kell vásárolni, hogyha nem is veszik rá teljesen. És ez is fog történni, nagyon úgy néz ki. 2000 dollárig vásárolnak le maximum. De most a füstben rámpát átolja, és de nem tud megölni senkit. Alig tud kiosztani sebzést, miközben Bubski pedig letartja lobbit. Két embert megöl, majd érkezik rá a válasz, de ez bőven megérte a számára, a csapata számára. 4v2-ben ismét a Fraxters. És hogyha így haladunk terror oldalról, már ez az 5 kör, illetve hát már a 4 is elég lehet. Most meg lesz valószínűleg az 5., de még Mercet, illetve Kierbit azért ne írjuk le.
már 2v4-et hozni ismételten Diffuse kit nélkül, tehát három fegyveres játékos között egyikük se tudta rávenni ezt a kitet, miközben mehet hibázik egyet, viszont nem hal meg, és Dragonfly-nál csak egy Galil volt, ezzel pedig nem volt a legeffektívebb, Kérjük pedig már érkezett segíteni, és ők ketten fognak most is menni. Szévelni, fegyvereket menteni, míg Rexel ismét legalább három orkát ki fognak menteni. És 5-0 lesz az állás, de erről oldalról. North megnyerte a késkört, beválasztották magukat a sokkal előnyösebb oldalra, de ezt mi nem látjuk rajtuk. Tényleg is ez lenne az előnyösebb oldal. Alapvetően ugye North mostanában azért gyengélkedik. Hiába volt csere. Illetve hiába voltak cserék. Nem igazán jött még össze a kémia legjobban. A VP sem a legerősebb csapat, illetve a Gambit sem az feltétlenül. És pont őket kapta meg a Frexterhez, míg a HR-t egyébként 2-0-ra kikaptak. Miközben egyébként megvan végre a nyitó a Northnak. Ettől függetlenül terrorok már lementek kiáratlan, és Ézi fogja őket itt várni. Kérdés, hogy hány ember tud majd esetleg eldönni. A Molo érkezik rá, illetve a H is fordítva, illetve Ézitől, de már Valde is itt van neki segíteni. A terrorok pedig úgy döntenek, hogy inkább visszafordulnak. Egyébként Stone már lobbyból nézelődik, hogy merre kellene bemenni. Meg is hal most, mert szállta, bejött. Ajtón talán is látta, viszont Valdi vissza kellene lőni, így is van! 1v3-ban marad most már Dragonfly, kérjük ki tudta szedni még Torbent, Csatiból két irányból fognak rá lőni, Dragonfly nagyon lehet, jól lett a bait, és még számított is MSL-re, tudta is sebezni, viszont nem jött a fejes, ő pedig nullas volt, úgyhogy azért MSL ezt a gyilkosságot abszolválni tudta. Öt egy. Elébredt a North. Kérdés, hogy meddig lesznek ébren. Szundikálnak mégis visszafeküdnek, akkor nem lesz túl jó a számukra. És érkezik is az AWP egyébként most már a Frexelsnél is. North pedig nagyon hamar nyerték buktába kerülhetett. Láttunk az egyik CT-n 16 ezer dollár, de szerintem az valami elírás lehetett. Inkább gondolok 1600 vagy 16 ezerre. Azért annyit nem nyertek még a Northosok. Érkezni fog egy füst. Ezt nem is tudom hova, ezt jól lenne megnézni. Egy heavenbe egyébként. És érkeznek kintén. Ték. És kis száma, kérbit elbújt hangárban. Rá lehet, hogy be kellene nézni. De mehetsz elég szépen. Béte viszont nem tud ölni. Csupán falon át tudod hitelni. Ez így lehet nem lesz a legjobb is. Ide érkezett fentre az a füst, de szép. Kérdi kinéz közben hangárból, Mertznek most már pontosabb a VP-je. 3v5-be találja magát a Frexterhez. Burski, illetve Dragonfly már is visszalő. Felvették a pozíciókat, amiket a csapattársaik meghagytak nekik. Közben Dragonfly elhullik Valde által, és rá is érkezik a válasz. Ez így nem lesz rossz. 2v2, viszont MSR-re nem számít Burski, hogy ilyen közel van Heavenben. Stone marad egyik kettőből, és a bombát össze kellene szedni. Ezt a CT-t nem látják, hogyha minden igaz. Hát Ézi lehet, hogy látja. Nem, ő bent van. Jó, nem szavartam. Azt hittem a fal túloldalán van, ez a minimum kicsi zavarni. Hiszen 5 másodperc. B, nem fogja egyáltalán a North. Bomba le is kerülhet, bár Satiból már érkeznek le a CT-k, és MSL végig is fut. Molón, és meg is hal szónáltal, de kéne számítani még egy CT-re, és még ki tud menni ajtón, be is tudja csukni, és meg is tudja szerezni az információt MSR, ugyanis ellövi magát, MSR rászed, hiszen Stone nem fog kinézni. És hát MSR végigszedi a bombát, mondhatjuk azt, hogy is nagyon szép ninja is akár, de eléggé megkönnyebbült azért MSR, nem kerülnek most nyerték-bukták szituációba, már így is elbuktak 4 fegyvert, ami azért eléggé drága. Függetlenül újra tudták vásárolni, de ismét nulla pénzen North, és most már kezdve a Frexhez is lenullázódni bankügyileg.
Például egyébként nézhetjük az oszlokat, még azért 66%-ot adnak a Nordnak. Érdekes. Jába gázolt át mindenkin a Flexers erősebb csapatokon. Ilyen hármas szorzóra egyébként még raktam is volna. Akár, de nyilván most a Gemlikhez ismét 18 plusz. Saját felelősségre. És hát maradjunk is ennyiben szerintem a Gemlik démáról. De nap is elmondtuk, ma is elmondjuk azért, ugyanis mégiscsak egy Gemlik site szervezte ezt a kupát, illetve hát adta a nevét hozzá. Közben érkezett a támadás, 2 CT-s nullas, viszont megvan Nito. Illetve jön a válasz is most már Burskitól, MSL, Mers tudta kiszedni Torbent közben, 3v4-ben most már a terrorok. Mert szemeszre Easy, illetve Kierby. Van még 4-en, ugye Valde hullott ki a védelemből, Dragonfly pedig tart a fölé. Érkezik Moló Csatihoz. MSL, Mers pedig nagyon szépen tartja kintiről kakas alatti részt, kakas alatti szobát, Refresh pedig jönne be ára, és jönni is fog. Viszont nem számít MSL-nek a közeli pozíciójára, de Dragonfly marad 1v4-ben. De már nem is. Ismét kört hoz a North, és kezd elfogyni a pénze Flexereznek, illetve ha minden igaz, akkor már nem is telik fullos vásárlásra, ugyanis még bombát sem tudtak rakni. Viszont ez az 5 kör, mint említettem, már akár elég is lehet T oldalról, és még ott tartunk, hogy még nincs is vége ennek a félidőnek. Szóval még akár jó pár kört is beszúrhatnak. És még a vezetés még most is megvan, ugye 5-3 az állás. És érkezik is a taktikai időkérés Frexters-től, valamilyen szinten jogosan. Miért ilyen inkonzisztens szabályok vannak, valahol engedélyezettesek, valahol meg nem? Hát konkrétan csak a Valve tiltotta be a sapkát, hogyha minden igaz. Hát csak a major eseményeken. Illetve hát ez a versenyszervezőktől függ. Ha ezt a meccset nyeri a Flexers, akkor hárára van a Star Ladder 5-ön, mert a Flexers már kijutott oda. Őszinte leszek, ezt most sem tudom, de akkor legyen igazad. Egyébként Mertz lehet itt bajban, hangárban 2 terror is nagyon hamar ránézhet. Talán AWP-sre. Refresh pedig már nagyon közel hozzá, valószínűleg sejtik, hogy itt van, érkezik a Vakito. Úgy be is van a frenzy rá, viszont Mertz még visszább tud vonulni. Kierby pedig jön segíteni nyugatiból. Elő 1 terrort. Most már dupla emberelőny a számukra, viszont Burskinek a pozíció még nagyon jó lehet, de MSL kinéz felülről. Heavenből, Kasból, úgyhogy megvan neki. Még egy terror, és hát végül Torben találja magát 1v5-ben. Bombája van, ugyan. Ezt le is kellene valahogy rakni. Hát a rámpám, hogyha minden igaz, akkor most nincsen senki, így van. Mert jön, most nem biztosan vissza, de ő is inkább felmegy Heavenbe, hogy akár B-re itt le is lehetne menni. Mert most fog érkezni a rámpára. Időzítés nagyon rossz Torben számára. Mertznek viszont sokkal jobb. És meg is van neki az utolsó terror. 5-4 most már az állás, és el kell gondolkozni a Frexersnek, hogy mégis mit szeretnének csinálni. Low squadra jutott a Frexters, nem valamira. Így van, nekem is ilyen rém lett. Ilyen információval rém lett. Illetve ha minden igaz, akkor még egy csapatot sem konfirmáltak a szervezők. Se meghívott, se kvalifikált nincs még, tehát azért mondom én is. Tehát csak az árkvadira jutottak be. Közben egyébként Dragonflyt kiszedheti Easy-t, és nem igazán figyeltek eddig nyugatira. A Kierby van kint garázsban, a hangárban, és már is duplázik onnan. Mint ki tudott nézni. Jobb szögben, Bubski, illetve Stone. Még Easy-t kiszedik, és le is tud menni B-re. Csatiból. Bombát lerakja, már meg is érte nekik ezt a kör, illetve ez a kör. Nagyjából, és megnyerni már nem fogja tudni 1v4-ben, így is van.
Vitte legalább a bombát. Lerakta. És hát ötött kiegyenlített a Nort. Végre felébredtek akkor. Consolidation Final-ben. Ugye ez az a finálé, ahol a felső ág vesztese, illetve az alsó ág nyertese csap össze a döntőbe jutásért. Ami ugye a felső ág nyertesével a Hellraiser-szel fognak találkozni. Illetve fog valamelyik csapat találkozni. Érted, szóval valaki fog is tudni rám, mert ezt nem tudja megölni ellenfelét. Nagyon nagy hiba viszont volt, de már kevésbé hibázik füstön át. Közben egyébként Ézi is kitolta ajtót. Illetve Merc is. Kis szobát, rá is néz, Dragonfly. De nem a legjobban, Mercnek még jó a reflexe. Ups, ki van az 1v3-ban ismét. És átveszi a vezetést a Nort. Hiába hibázott nagyon nagyot MSL, a többiek egalizálni tudtak nagyon hamar. Alapvetően a HR-nek pedig eléggé érdekes a verseny nyújtott teljesítmény, eddig minden csapatot elküldtek szóruk elől, tehát 2-0-áztak mindenkit, eddig az eseményen nem buktak pályát az eventen, miközben érkezik a kinti támadás Rexterszel, és már is ketten lent vannak kijáraton, ezt hallják, illetve ott volt egy a Fisten talán? Torben elhullik Merc által, Ézi belül egy fejes már lentén. Dragonfly mondjuk átjut. Eléggé veszélyes lesz ezzel a galéria, nem is értem, miért nem kapta fel az AK-t. A bomba esik így lent. Szóval illetve Riflez maradnak ketten, mind a ketten lobbyból fognak érkezni. Ízire be kellene nézni. Ezt meg kellene szerezni a bombát. Na, menézzünk el Easy-re. Csatiba. Akitól majd az ugrás is. És ez nem a legszokványosabb volt. Stone-tól, úgyhogy refresh marad 1v3-ban, se bombája, se ideje. Ettől függetlenül ő érkezik, Easy itt kellene megölni, de itt se tudja, Easy 4K. És még egy körgyőzelem a North számára, 7-5 most már az állás, és elfogyott a pénz a Frexterstől, úgyhogy a 14. körbe tudnak majd vásárolni, esetleg kiskevó CZ, pár gránát még belefér Frexternek, főleg hogyha raktak majd bombát, illetve az lenne a cél most. A pénzkiegyenlítő vásárlás, illetve pár pisztoly vásárlása közben, illetve Easynek a 4K-ját láthatjuk. És így is van, érkezett pár pisztoly, 3 CZ, 2 dezi, 4 kevó, illetve 4 füst, nem is 5 füst, amivel tudnak gazdálkodni. A kapásból ki is dobnak 3-at kintire. Érkezik a Vakitó is kintre, illetve Kirby és Ézi voltak nyugatiba, Ézi pedig már le is ment Csatiba. Illetve Csatiból B-re, és kiállatot szeretné majd fogni, és a füstöktől nem látják. Ez kérjük pedig nyugatiból, egészen jól helytáll, eddig a pillanatig, még rá, a két irányba, lemeszel is bajba lehet nagyon hamar, viszont Merc itt van, hogy segítsen neki. 3v5, illetve mire mondanék bármi, hát csak 2v3, MSL van még itt lerakón, Dragonfly maradt most már 1v3-ban egy dezivel, se kövója, se gránátja, se bombája.
erre pedig nem néz be, úgyhogy egy duplát láthatunk Dán irányítótól. És azért lehet hallani pár szurkolót. És ismét érkezik egy időkérés Frexterstől. Ez már a harmadik? Talán? Már csak egy maradt, hogyha minden igaz. Láthatjuk, hogy Reeves van lemaradva, aki a terapina folyamán azért eléggé szépen teljesített, illetve amint az Observer kiemelte a terapina folyamán, hogy nem a legjobb a teljesítménye, mint ahogy most is. Egyből négy kázott egyet a terapina folyamán. Legyen most is így. Érkezik ismét a kinti támadás, és nagyon szeretné előadni a Frexterhez, de ismét elhúl a Trifrez, meg hogy az a HE közelébe menne, de Kirby ezt elvéti valamilyen szinten. Nyugatiba pedig már érkezhetnek terrorok. Így lobbyból is viszont MSL-nek a pozíciója, aranyat érhet, és aranyat is fog érni. És nem is hallják, ahogy jön mögöttük, de Dragonfly megfordul, de hibázik. El kellene lőni MSL-t, érkezik rá a Molo, ez így nem rossz. Ebben is fenn van egy AWP-s játékos Merc. MSL még egyet megöl. Ez a pozícióval kell kört is megnyerheti, 2v3 Nyugatiból, illetve lobbyból is fog érkezni egy CT. Vagy de meg is jön Nyugatiból, mert elhullik Heavenből, Stone-tól nagyon szép 1v3-at láthatunk nagyon hamar. Mivel is csak 1v1 MSL ellen, 21 HP-ja van, és nem jön a fejes MSL. Még azért megnyeri ezt a szituációt is, és le fogja szedni a bombát is. Nézzük is a visszajátszást, hogy MSL megkerülte lényegében az egész Frexters csapatot. És azért ez nem egy hétköznapi MSL. Őszinték legyünk. Azért neki most jobb a teljesítménye, mint általában szokott lenni. 9-5-nél vagyunk tehát. Első védő utolsó köréhez érkezik, és ismét agresszívan érkezik be! Frexters, és nem is rosszak a cserék, 3v3, megvan a bomba, val, de meghal. Megvan az ember előny most már Frexters-nek. 9-6-os védő pedig terror oldalról nem is lesz rossz. Bomba lekerül, az idő most már Frexters-nek kedvez. Merc is Kirby. Le tudják-e hozni az első védő utolsó körét? Menteni nincs értelme. Be kell menni, érkezik ki a Molo. Érkezik ki nagyon hamar a vakító, illetve a füstöt is kellene használni majd. Használja ismert. Míg Kirby letisztázza ajtót. Mikort. Érkezik be, viszont semmi információ nincs az ellenfeléigről, viszont Refresh kinéz, meghal. Pupskit is be tudja lőni, és Dragonflight viszont nem kellene, így van. Ő már tud válaszolni. ...9-6. Az első fél idő végeredménye a North számára ugyan, de ők kezdtek a jóval előnyösebb oldalon. Ugye a Frexes választotta egyébként a pályát. Hogy azért a bannokat is említsük, hogy a fél időben Frexters bannolta Cabelt, a North bannolta Cash-t, Frexters pikkelte Nuke-ot, North pikkelte Overpass-t, tehát a második pályánk Overpass lesz, Frexters bannolta Mirage-t, North bannolta Train-t, és hát aki azért foglalkozott a Chiego-val, azt tudja, hogy a versenypályák közül már csak Infernó maradt bent a poolban, a map poolban, tehát ez lesz majd a harmadik Decider pályánk, már hogyha kelleni fog. Itt is vagyunk a második biztos körben, van most már CT oldalon a Frexters,
és 5 kevóval állnak fel, még Valdinél volt pár granát, illetve most P250 egyen sere eddig, viszont most mehetsz, tudod belőni, Buszki viszont még itt van lerakóan, megvan neki egy ember, töltenie kell, és kitelen ugranak rá, de egy embert, egy fejes még is ki tud osztani, és még mindig él, nem tudják visszalőni, Riffrez megérkezik neki segíteni, és megöli, megmaradt terrorokat. Flexters behúzza a pisztolykört. A második pisztolykört is, ugye az elsőt is behúzták. 4-0-ig meneteltek, és most a másodikat is be tudták húzni, úgyhogy ez kapás volt, ha be tudják húzni a iskola köröket is, akkor 6 kört jelent a számukra, ugye. Jó párszor kiemeltük már a Magyar Esport TV-nél, hogy milyen fontosak is a pisztolykörök. Politikát légy szíves, hagyjuk a cseten kívül. Köszönöm. Na, Dragonfly hangárban. Riffrez pedig itt kinti próbálja fogni. Dragonfly, hány ember tud hátba lőni. Nyilván csak egyet, és dupla válasz érkezik rá, úgyhogy Ézi, illetve Kirby bajba lehetnek. Kirby, meg tudod emelni Dragonflyt. Dragonfly eléggé bajban van, Ézi is ránéz, és meg is halmos már, viszont Torben érkezett még fogni Kintit. Bubski, illetve Torben 2v3-ban. De még egyik tárról se jutott be lerakóig, illetve Valde van most Sitik számára veszélyes pozícióban. Buszkinek kellene itt még alkotni, egy ember megvan neki, Ézire kellene számítani, valószínűleg hallotta, és Valdira is fölnéz, sebezni tudja, megadni nem. Torben maradt 1v2-ben, és róla információja az ellenfeleinek, fordítva viszont ez valamilyen szinten igaz, főleg, hogyha Ézi lerakja a bombát, akkor is árulja ezzel a pozícióját. Torben pedig érkezni fog, viszont nincsen hatásra, mint a kész lehet, menni kell 1v2-ben. Ézi itt észreveszi, Valdira pedig valószínűleg van információja, hogy még Heavenbe fönt lehet, és fel is tart egyébként Torben valamilyen szinten. Ézi pedig el fogja lőni, így van, nagyon szép a fejes, rászed a bombára. Valdinak ki kellene majd néznie, és ki is néz, viszont nincs meg a fejes Torbennek, rászed még egyszer, Valde kinéz, a harmadik fék, ezzel együtt pedig meg is van most már a diffuse, nagyon szép clutch, Dán játékostól, azért elég neccesen, de behúzza ismét. Az anti-forced lényegében. Fraxters, ugye az első félidő. Mert az első pisztoly körnél is egy ember érte túl csupán az anti-forced. De függetlenül megvesznek így valószínűleg az iskolakörök, már hogyha azért az anti-echo-t nem bukják el, tehát az anti-forced megnyerték, akkor az anti-echo-t már csak nem bukják el. Tudjátok, ezek a Shigo Magic-ek. És ezért is jó egyébként ez a játék, ugyanis azért nem csak a papírforma él a játékban. És hát érkezik a vásárlás Nortnál, dobáltak egymásnak a valkákat. Gyemesszel, illetve Ézi volt azok, akik beáldozták magukat. Ilyen téren. Verszek volt saját magának pénze vásárolni. Kérvék, itt tudtak gránátokat venni. Viszont hogyha a Kérvé éppen Valde hal meg kör elején, akkor ez nagyon fájdalmas lesz, ugyanis a gránátokat bukják, az valkákat pedig nem biztos, hogy újra tudják majd felvenni. Fel tudják e majd venni. Kérbi ettől függetlenül érkezik előre, rendületlenül. Érkezik a fűs nyugatiba. Kérbi, érkezik Gintrin, és meg tudják önni Dragonflyt Mercenek a segítségével. Kérbi két HP-n. Az ember előny megvan Nortnak, illetve a HP előny is, de nem túl nagy. Miközben egyébként Bubski az agresszív, mégis látja Ézit is sebezni is tudja.
Riffes pedig tartja Heavent, nehogy valaki felérkezzen. Kirby lesz az, aki erre fog jönni, illetve hallja, hogy rámpára futnak terrorok. Infozza is, miközben Riffes megöli Valdét. Kirby válaszol a Riffes, két HP-val ismét, nem HP-ból ölünk. Torben bújt, és egyet tudott ölni, ezzel a bomba élesítést kísérelteti, viszont Stone marad 1v3-ban most már. Mercedes, illetve Kirby ellen. Ma pedig lassan, de biztosan le fog kerülni B-re, hogyha minden igaz. Szóval semmi információ nincs, hogy mégis merre lehet. Úgyhogy akár még egy forgatás is érkezhet a Nortól, de ez nem jön. Most mennek be B-re a bombáért, Stone érkezik le, kérdét meg kellene ölni. Nem sikerül, hiába van két HP-ja, egy kószagolyó sem találja el eddig. Ez itt viszont most már tényleg ötte van. Végül megöli Ezit, 1v3-ban 1v2-t alakít ki, viszont 8 HP-val érte túl csupán ezt a találkozót. Nagyon necces lesz Merc ellen, illetve hát Kirby ellen is azért. Tartja rámpát, tudja, hogy itt volt az egyik terror, és a legrosszabb időzítésbe fog elnézni. Megnyeri az első fegyveres kört T oldalról a North. Független forszol. Rexel, ezt tudják, hogy az ellenfeléknek sincs túl sok pénzén, és két játékos élte túl. Két UMP, CZ, egy P250, egy Dezi, Kevók mellett. Nem a legjobb vásárlás közel sem, de még mindig lehet vele alkotni, főleg, hogyha közel helyezkednek. De fel a Dezivel azért ilyen közepebb távra, illetve ritkán még távolra is lehet alkotni. Rámpapus viszonylag jó pillanatban érkezett a bal, de tartja, viszont nagyon szép a fejes Torben! Riffes pedig el tud ugrani, megvan az ember előny, pedig egy nagyon szép crossfire-t láthatunk majd. Megszerzi az ember előnyt a Fraxters. Nem is tudom, milyen fejes lehetett az, Valdinak esélye nem volt reagálni. Szóval pedig nagyon jól infozza az, hogy közel vannak a terrorok. Kapja valakit az arcába, és jön is a gyilkosság rá. Illetve a gyilkolás. 2-1-es tere most már. Riffreszt kitolták rámpát. Most már szereztek maguknak két alkát. Mondatlának kellene majd bétálni, a pedig lejön B-re. Lejön bizony. Rakja le Kirby, C4-es. Ezt viszont sejtenie kellene Rexterznek. Egyébként nem igazán realizálták majd most. Most már megvan az információ, illetve két OK és egy UMP, amivel lehetne majd visszafoglalni, mert viszont nagyon jól lehet a letartás, viszont Torben az erősebb ismét! Torben a hősnek a köre? Nem, a körnek a hőse lehet nagyon hamar. Nem veszenek, hiszen jó pozíció, Riffreztől megvan a fejes, és még egy fejes! Megnyerik! Ez éppen, hogy nem Echo kört, bár forszoltak, vettek azért pisztolyokat, Kevót. De teljesen nullára nem vették magukat. De megvan a körgyőzelem. Kezdve egy Dezi fejessel, azzal szereztek maguknak alkát, mivel lőttek még egy alkát maguknak, ezzel a két terror fegyverrel pedig bedarálták az egész csapatot, az egész ellenséges csapatot. És érkezik is a taktikai időkérés, a Northnál át kell beszélni a fejekben, mégis mi történt itt.
Na, és hát akkor rekóznia kell a Northnak. Érkezik a kinti támadás. Füsttel kizárták nyugati Boltstone-t, viszont Drifter ez még itt van lent. Bekeríthetik nagyon hamar, és Dragonfly CT-ről tud majd segíteni csapattársának. Ott lehet, hogy meglátott egy terrort, viszont ez nem biztos. Fent viszont már 100%-os, és érkezni fognak rá a terrorok, szeretnék elvenni minél több fegyvert, környezem valószínűleg nem lesz itt a pisztolyokkal, főleg így már, hogy dupla emberelőny van Dexter-nél. Nagyon hamar kiegyeníthetnek. Dragonfly, mert a refresh. Uha, érzi mondjuk egy nagyon szép fejest oszt. Mert tudod kérni, és van még egy, de ez, és ő is oszt egy fejest! Egyre nagyobb lesz itt a probléma. Izzy összekaparja a bombát, 2v3 most már. És akár bére le is tudnának menni, viszont a Dragonfly szeretném megölni, ez viszont lehet, hogy nem fog is összejönni, de azért csak egyes cserével sikeresen megoldják ezt a szituációt, viszont Stone-ra már nem számítanak, hogy még nyugatiba van. Így megnyeri ezt a kört. Frextez, ezzel együtt pedig 10-10 lesz most már az állás, kiegyenlít a dán csapat. Ját mindkét csapat dán, de se baj. Pedig évcsésznek a dupláját láthatjuk. Illetve hát összességében tripla, de 4K nem lett. Hála Easy-nek. Dragonfly pedig agresszív rámpáncsolatással együtt van, de viszont ez tartja. Kellene a válasz, egy érkezik. Lesz-e kettő, nem a noszkop, nem jön össze. 2-1-es terepig a terroroknak igenis kedvez, refresh jön már, rotál, próbál visszalőni, viszont Valdinak már nagyon jó a pozíciója, nem tudom, hogy számít arra, hogy már balra lehet egy T, viszont Bubski érkezik, lobbiból hátba, Valdit pedig hátba lövi ezzel, mert közben lelövi Stone-t, miközben, illetve miután MSZ-t megölte a dán játékos, úgyhogy 2-2-ben lekerül a bomba B-re, Bubski pedig már itt van, dobja a H-et MSZ-re, ami elég sokat sebez. Riffhez érkezik a csatiban, hallja terrort, de már konkrétan rajta van lassan a bombán, csak a társától is kap egy kis sebzés, majd megöli Kierbit. Mert marad 1v2-ben, róla viszont nincs információ, Buskinak nem jó az aimja, 3 HP-ra lesebzi Mercet, viszont Riffhez végigszedi a bombát, és meg is van a defuse, ezt pedig nem hiszi el. Pedig ez megtörtént. Átveszi a vezetést a Frextez. Lényegében, amint átkerültek az legnagyobb oldalra, csupán egyetlen egy botlásuk volt. Egy kört buktak. És ötöt húztak be. És érkezik a taktikai időkérés, bár ez a Frexters-től érkezett, hogyha minden igaz, és nem hibáztak az overlay-jel. Hamarabb váltam volna a North-tól. Figyelj, hogy még egyszer említsük a pályákat, a teljes bont nem mondom el, viszont az első pálya Nuke lesz, ezt Frexel pickelte, második pálya Overpass lesz, ezt a North pickelte, az utolsó pálya pedig majd, hogyha kelleni fog egyáltalán a harmadik Decider pálya, lesz majd Inferno. Érkezik is egyébként a kinti foglalás a North-tól, ugye nem is emeszem, mert mentette ki az alkát, ez nála is van most. Megvan a nyitó Dragonfly-nak, kiszedi AZ-t. Sebb tapsolás hallhattunk azért a nézőtől. Itt látjuk, hogy vannak, élnek és azért szurkolnak. Nem feltétlen annyian, mint a bokcsarnokban, de vannak. Dragonfly közben kiszedi Kierbit. Eddig dupla dán AWP-snek. Ez nagyon hamar nőhet még. Ezzel pedig megkerüli most már Dragonflyt, hogy ez így nőni nem fog. Szeret is magának egy AWP-t, ez így már lehet, hogy veszélyesebb lesz. Ezt ez ennyire jó, sose hallotta a rendezvény előtt. Hát a Challenger Series-ben a Game Agency is azért pedig szépen elverték, mondjuk nem mintha North szintén lennének feltétlenül. Bubski, MSZ-el duplázik! A szerzett AWP-vel is ezzel emberre, mint szerez.
Ez kiszedi Torbent, és Riflez marad 1v3-ban most már. És hát itt van azért a szurkolás, még nem tudom eldönteni, hogy melyik csapatot mondják, talán a Fraxters az. Ez el is még egy játékos, viszont többet nem emeszelnek. 4K! A Dán irányító átvette a kezébe a mérkőzés, hogyha a csapat többi tagja nem feltétlen teszi ezt meg. Alapvetően a Fraxters fiatal játékosokban áll, tehát lehet, hogy ezért is nem adott el róluk feltétlenül, miközben Dragonfly hullik el először, majd érkezik a válasz Buskitól. Pisztolyokkal így nem lesz rossz a trét, főleg, hogy szerzett magának egy AK-t, és meg is van a bomba, a Valdér jó sebzés, viszont nincsen gyilkosság eddig a pillanatig. Kirby hull el, Fraxters pedig el kellene kapja a Valdét, és el is fogja így, látja az árnyékot, majd meg is tudja ölni ellenfelét. Megszerzi ismét az ember előnyt a pisztolyokkal a Fraxters. 2v3-ba találja magát két Dán, Merc és AZ. Egy fejes kap Merc, majd jön a válasz. Megöli Pupskit bosszúból. 2v2, Riflezi, illetve Torben maradtak még. Riflezi nincsen, Kevó. Illetve Diffuskitről szerintem ne is beszéljünk, hogy az sincsen egyik CT-nél sem, úgyhogy érkezni kell. Riflez, benézze Merc-re, Merc nagyon szép a quickscope! Torben, benéz Azy-re, de nem érkezik a fejes. Visszaveszi a vezetést a North. A Dán irányító hasonlít a távirányítóra? Hát lehet. Már ezt szerintem tőle nem fogjátok feltétlenül hallani. És hát sajnos akkor, illetve sajnos vagy nem sajnos, a Fraxtersnek kell lekúznia. Nem fognak kintén érkezni, ebből ketten már is elhullanak, Kirby bedarálja ezt az Echo-t. Illetve hát MSL nem hagyja meg neki azért az észt. Szó maradt még egy V5-ben. Igen, MSL egyébként el is lőheti azért, az kisebb fájdalom lehet majd, és megvan az info most már. Lesétál Mersznek a célkeresztjébe. Úgyhogy teljesen jó. Teljesen tiszta antiekot láthatunk a Nortól. És dupla AWP-t vesz most már akkor a Fraxters, ugye nyugodtan azért lehet vele alkotni. Dragonfly tartja ajtót, hát valaki érkezik be agresszívan, és nem is lő ezzel túl messzire. De hogy ezt nem tudja neki az ajtót, nagyon szép nyitó! Nagyon szép összjáték, és ott lehetne a második, viszont Azy azért éber. Tud válaszolni így. Fraxters nyitójára. Érkeznek be a gránátok. De nem sajnálja ezeket. Érkezni fognak a kinti füstök. Kirbyet követhetjük le, hogy repül. Lehet akár elfoglalni, lehet akár lemenni kiáraton. 4v4-es szituációban. Mindenesetre érkezik azért egy harmadik füst is. De pedig tartja garást, és esetleg valaki ránézne a füstre, ezt meg tudja ölni, még Azy egyébként már foglalja el kiáratot, majd inkább úgy gondolja, hogy visszajön és vakít egyet csapattársainak. És ez érkezik föl Heavenbe, ki kellene majd, illetve Dragonfly-nak kell majd a két AWP-vel, miközben Bubski elhullik lerakóra, úgyhogy tényleg két AWP-t kellene alkotni, viszont már csak Riflez él, ő viszont alkot, Torben felérkezik, Csatiból viszont nem tud megölni senkit.
Riffhez marad 1v2-ben, és ezt hallják, hogy leugrott. Hallják, hogy érkezik nyugatiból. Viszont nem tartják aktívan, a bomba lekerül. 1v2-ben Riffhez is... Nem, merre tart Kirby? Nem hallották, hogy nyugatiból jön. Most már hallani kell a szkópolást. És most már megvan az info is, most nem számít. Easy-re Riffhez. 13-11. Illetve 14-11. Egyre jobban húzza a North. Egyre közelebb a mapponthoz. Papíron erősebb dán csapat. És a Frexters hosszabbításra fog játszani? Nagyon úgy tűnik, most már azért a kamerákon láthatjuk, hogy azért kevésbé boldogabbak. Területet szerezni a nortosok. Te keresik a nyitót. Egy pisztolyban nem szeretnének belefutni feltétlenül. És megvan az entry. Mersznek egy nagyon szép fejes, viszont még ketten vannak itt rámpán. Pedig Valdival együtt érkezni fog be ára nagyon hamar. Igen, messze elég. Már bejöttek nyugatiból. Nem teljesen tiszta. Illetve hát egy teljesen tiszta állarakóval találják szembe magukat. Tehát ezért Bufsky most okoz neki problémát, hogy is egy fegyvert elvesz. Messze a kezéből, viszont a kapásból kettő dupla érkezik. Kettő dupla, kettő válasz dupla formájában érkezik. Pupszki pedig egyre több fegyvert vesz el, egyre drágább ez Northnak. Kirbyre is osztanak ki sebzést, ez mondjuk nem halálos még. És Pupszki az még, aki él. Neki is futnia kellene, hogyha szeretne fegyvert menteni, illetve inkább fegyvert szeretne elvenni? Húha. Hát érzétől már azért érkezik a válasz. Elég így drága volt ez ettől függetlenül a Northnak. Lehet, hogy a fegyvermentéssel jobban járt volna egyébként a Flexhez, bár valószínűleg van már sok pénzük, így hogy ekóztak egyet. Tehát hosszabbításra játszanak, ugyanis a North megszerezte a 15. körét, 15-11 lesz az állás, és közben itt Mersznek láthatjuk a fejesét. Tehát, amit ő kapott, amit ő osztott természetesen, így közben megvan a dupla AWP. Rexterznél. És érkezik be a gyorsabb támadás, amit le tud védeni a Frexters is egyenlőre. Itt viszont már beugrott, erre kellene majd számítani. Ilyenre viszont nem teszik ezt. Upszki kiszedi MSL-t, érkezik Kierdő, viszont Upszki vak, de itt van Riffhez, hogy segítsen. Easyre most már van info, érkeznek a CT-k, viszont nem tudja megölni őt Torben sem. Upszki még él itt 21 HP-val, látja is a bombát, Easyt is kellene majd látni, érkezik ki egy... Há, ez nem ali meg Pupszkit, illetve nem is sebzi, mert ez közben egyébként jön segíteni Easynek. Így nyugati bújik Dragonfly, a Molo jó lesz rá, úgyhogy ki kell néznie. És ki is néz, megöli Mercet, 12 HP-vel éli túl a Molotovot egyébként, Easy rossz helyre dobja azt a Molót. Most viszont lesz infoja már, hogy Pupszki arra van, és a legrosszabb időben fordul el. 15-12. Egyelőre még életben van a Frexters ezen a pályán, amit egyébként ők választottak még mindig. Hiába tett nagy előnyre szert. Illetve hát hoztak 6 kört terror oldalról, ez lehet, hogy nem lesz elég. Map győzelemhez.
De mit tudnak még itt tenni? A dupla AWP-t azt elbukták, és a Dragonfly-nak tudták kimenteni az AWP-jét. Aki most hibázik, azt mondom, hogy segíteni nyugatiból, illetve túrja a füstöt egyelőre. Nem szeretnék, egyébként elég szépen lesebezték. Ő is volt, de lejött a kiáratba, de inkább bemennek garázsba. Örben tudja infozni, hogy nem jött le senki, ott pedig Dragonfly talán meglátott egy tét, nem látott meg, elfordult rámpára, mondjuk, hogy észrevette volna, hogy már ketten, illetve akár hárman is nagyon hamar ide kerülhetnek kakas alá, illetve akár kakasba is. Ebből viszont nagy baj lehet nagyon hamar. Dragonfly ismét elnéz, nem a legjobbkor, vesze tartja, és ketten is ugrálnak föl már Heavenbe. Megöli Mercet. Oh, de nem nézve maga alá, viszont Kirby ezt megteszi. Wupski viszont még mindig tud ölni, Torben is jön segíteni. A ajtóban is duplázni tud. Voldem marad 1v3-ban, most már 1v2-ben, 10 másodperc. De még Wupski se tudja lefészelni. Triplázik. Dán fiatal. És hát taktikai időkérés a Northnál. Nem akarják hosszabbításra vinni a mérkőzést. De egyre közelebb kerülnek ehhez, pedig. 15-13 most már az állás. Még két pontot kell hárítani a Frexterznek ahhoz, hogy legyen esélyük behúzni a pályát hosszabbításba. Még egyébként a Nortnak elég kettőből valamelyik kört megnyerni. És akkor folytatódik is a mérkőzés 13-as állásra, mint ahogy említettük, itt vagyunk a 29. körben. És a Northnál alig van pénz, alig van vásárlás, alig vannak fegyverek, a 30. körre. Hát majd veszélyesebb kör, és meg is van egyébként a Nitó Frexterznek. Viszont már lent van a MSL-ék, MSL el is hullik. Stone által, a legfiatalabb is egyben. Közel legerősebb játékosa a Frexterznek. Már is duplázni tudott. Torben pedig bújik. Lent rakó. Szóval nem tudja megölni Kierbit. Erősebbnek bizonyultos már a CZ-vel. De még az emelőny még megvan. Még mindig megvan. Torbennek pedig nagyon jó lehet majd a pozíciója. Nagyon értékes lehet. Nortosok egy percnél. Már elég közel vannak a lerakóhoz. Konkrétan Valde már a bombával próbálja letisztázni ezt. A Torben megöli Valdét, a bomba lekerült ettől függetlenül, 4v2 az állás. Itt az ember arány. Mertz is Kierbi. Upszki lejön Csatiba, megöli Kierbit, és akkor Mertz marad 1v4-ben, ezt a kört már valószínűleg nem fogja behúzni a Nort. Érkezhetne a fejes Torbenre, Mertz által, ez nem jön. Fűz most már meg lesz, még egyébként 3 CT néz rá, sőt 4 CT néz rá. A játékosabb bombai hatásainta is pedig érkezik. 15-14 és a 30. körbe fog eldőlni. Nort behúzza-e Frexters pályáját, az első pályát, vagy megyünk hosszabbításra. És megadják a lehetőséget map győzelemre Frexters-nek is. Fullos felszállás mindkét oldalról, van egy-egy AWP, ezzel lehet dolgozni. Ismét megpróbálja elfoglalni kint itt a Nort, és ezt valószínűleg nagyon hamar is fogja tudni tenni, miközben Nagytó push mert szállítja meg. Elnézést. Füstenet azért nem tudja elkapni. Ellenfelét sem.
közben érkezik vissza a Boost Heaven-be. Érkeznek már nyugatiba is nagyon hamar, illetve már Heaven alatt is érkezhetnek. Trámpán érkezik a főbb támadástól, benne kellene itt résen lennie, és ki is menekül. Nagyon hamar, az időt húzza így. Illetve meg is öl valakit, majdnem duplázik, egy embert kiszed, egyet lenulloz, illetve lefelez. Nem rossz, ték pedig visszaforgatnak, Stone AWP-jében bele, Kirby visszalövi Stone-t most már, és duplázni tud. Riffs az 1v2-ben rajta múlik az. Megyünk ki a hosszabbításba, illetben tartja el csapatát. Van Defuse kitje, van Helegránátja, ami csak most kerül le, úgyhogy ideje is van még elég sok. Valószínűleg van róla információ, ugyanis Kirby valószínűleg hallotta, illetve ez a gránát már mindenféleképpen elárulja, viszont majdnem meg is öli Mercet, de nem! Mert letartja, és megöli. Utolsó Frexters játékost, ezzel együtt pedig 16-14-re húzza be az első pályát a North Frexters ellen. Nyúkot. Elég szoros küzdelemben. Frexters előtt pedig le a kalappal, már azért a saját pályájukon. Ők választottak oldalt, illetve North választott oldalt, ez tény, de nem hozták azt a kellő körmennyiséget szerintem, amennyit CT oldalról kellett volna. A Frexters-nek terror oldalán kell majd.